Martin vagyok, és itt vagyunk a második nagy pack opening videóban. Hát idézőjelben nagy pack opening, én nagy dolgokra fogok számítani, hogy most megkapom vagy nem, az már más kérdés. Ebben a videóban ki fogunk nyitni egy starter packet, de előtte minimum 2 darab BVVA TOTS packet. Az egyiket 1000 FIFA pontért, ugyanis kijött az 1000 FIFA pont, pontosan 1001 darabon van. Úgyhogy egyet ki fogunk nyitni, és reménykedünk benne, hogy kapunk valami jót. Aztán pedig, hogyha kinyitottuk a starter packet, upgrade-elni is fogunk egy játékost, és kb. Ennyi lesz majd a videóban. De én kíváncsi leszek, hát ha kapunk valamit ezekből a sima TOTS packekből, én nagyon örülnék neki. A starter packből meg mondanom sem kell, hogy kikre vágynék legjobban. A 94-es játékosok közül mindegyik szuper lenne. És igazából kevés olyan van, akinek nem örülnék. Tehát Oblak meg Bruno egyedül az, aki nem ér olyan sokat. Na de nézzük is akkor az első packet. Hát ha az 1000 FIFA pont meghozza a szerencsénket. Nézzük. Nyissuk ki. És reménykedjünk, hogy ad-e valakit. Na, kezdjük egy nyitni a kártyákat. Oké, okay. Egy elit játékost kaptunk eddig. Hát, eddig nem jól alakul. Most még 2 darab tokenre lehet számítani, vagy pedig TOTS játékosra. Hát az egyik az token, és a másik, nézzük, token. Hát jó. Az első packből nem igazán adott Team of the Season játékost, viszont a FIFA pontunkat elnyerte, mint a szart. Viszont egy elit játékost azt kaptunk. Nem mutatom nektek, hogy most jelenleg, hogy állunk. Így 12/20 van. Az elit játékosok már megvannak, szóval igazából mindegy az. Ma kedd van, tehát ezt a videót majd pénteken fogom folytatni, amikor kijönnek coinsért a packek, és onnan fogjuk, vagyis hát innen fogjuk igazából folytatni, nektek csak egy vágás lesz, nekem pedig 3 nap, úgyhogy péntek van, 19 óra, láthatjátok is, hát már 19 óra 3 perc van, kijöttek a Serie A-s Team of the Season játékosok, és elméletileg velük együtt a coinos La Liga packek, amiből ki is fogunk nyitni egyet. Megmutatom én nektek, hogy hogy jártam. Ugye láttatátok a videó első részében, hogy mennyi La Ligás Team of the Season tokenem van, illetve volt, és igazából majdnem, hogy biztos voltam benne, hogy 2 packet is kell majd nyitnom. Úgy értem 3-at a FIFA pontossal együtt, de képzeljétek el, hogy így hirtelen olyan jól adta a cuccokat, La Liga Starter, miért pakoltak a játékosomat, meg a mindent kipakolt itt nekem a játék. Tehát 19 összejött, és egyetlen egy token hiányzott ahhoz, hogy ne kelljen packet nyitnom. Hát ez sajnos nem jött össze, úgyhogy ezmet ki fogunk nyitni egy packet. És nézzük meg először is, hogy kik kaptak upgrade-et. Messi meg Ronaldo is upgrade-et kapott. Megmondom őszintén, hogy egyedül Ronaldo-ra tippeltem, hogy fog kapni upgrade-et, mert RV-ben ugyebár van már egy Dembélé. De úgy látszik, mind a ketten kaptak. Illetve Suárez is kapott, Toni Kroos, illetve Filipe Luis. Filipe Luisra gondoltam egyébként, hogy fog kapni upgrade-et, meg Suárezre is. Messire nem gondoltam volna, Ronaldo-t azt tudtam, és Toni Kroosra is igazából tippeltem, de úgy voltam vele, hogy vagy Bruno, vagy Toni Kroos fog kapni upgrade-et. Hát úgy látszik, hogy Toni Kroos nyert. Fúha, hát akkor nyissunk ki egy packet, és majd a starter packet is utána kinyissuk. És reménykedjünk benne, hogy nem Oblakot fog adni, Brunót, vagy Carvajalt.
Ezt a három játékost nagyon nem szeretném igazából. Na de először nyissuk ki a 150 ezres csomagot. Hát, ha ebből is ad valakit, és köszönjük ilyen. Na, újra itt vagyunk, kidobott a játék, amint láthattátok. Hát kicsit váratlanul ért, ezt így megmondom őszintén, már néztem volna, hogy kiket kapok erre. Bejön egy error ablak, na most már reméljük, hogy jó lesz. Jó, most már kinyithassuk a packet, és akkor hát, ha még ebből is ad valakit, azért az jó lenne. Na, nézzük. Perez. 2 token. 3-4. És senkit nem adott, még csak egy elit játékost sem. De ez a pack igazából most nem is azért volt fontos, hogy adjon valami elitet, hanem azért, hogy kirakjuk a plant, és akkor nézzük is, hogy kit fog adni. Hú, izgulok. Na, nézzük, kit fog adni, csak ne Oblakot, ne Brunót, és ne Carvajalt. Philippe Luis az most már azért jó, mert upgrade-et kapott, így följebb ment az ára, úgyhogy most már őt is szívesen látnám ebből a packből. Fú, de jó lenne egy 94-es játékos, főleg Messi vagy Ronaldo, Suarez esetleg, akik ugye upgrade-et kaptak, vagy Toni Kroos. Egyébként visszatérve az előző jóslatra, Sergio Ramost vagy Piquet is beraktam volna az upgrade-et játékosok közé. Azt hittem, hogy közülük is lesz valaki. Na, de nézzük. Hogyha most nem lesz update team, akkor igazából még egy Ronaldo-t is kaphatnék belőle, ugye Royce miatt. Úgyhogy most igazából... nézzük. Nézzük, nagyon kíváncsi vagyok. Letakarom a képernyőt. Reveal all. 1, 2, 3. És nincsen upgrade team. Könyörgöm, ne Oblak legyen. És Carvajal. Carvajal. Ej. Basszus. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. Na mindegy. Carvajal, hát többet ér, mint 350k asszem, tehát igazából a 150 ezerhez viszonyítva még pluszban vagyunk, de basszus. Miért pont őt? 11 játékosból 3-at nem szerettem volna, és persze, hogy bad egy olyat, tehát Istenem. Aj, na de... Megvan a 2 Ultimate token, ami egy dolgot jelent csak, hogy tudunk upgrade-elni egy játékost. És az a játékos nem lesz más, mint Dele Alli. Hol van? Itt van az EPL. Váltsuk ki Dele Alit. 95-ös Dele Alli, plusz 3 balkontroll, plusz 3 short pass. Kíváncsi leszek, hogy kinek viszi fel a ratingjét. És kapunk is azt hiszem még egy tokent, igen. Egy ultimate tokent. Na de most rakjuk be a csapatba a 95-ös Alit, és 100-as lett Dele Alli. De Bruyne fölment 99-re, Matic fölment 100-asra, Danny Rose is fölment 102-re, David Luiz meg Otamendi az így maradt, és Hazard is fölment 101-re, azta. Nagyon jó, alakul a dolog. Most már 100-as OVR a kezdő 11-ünk, úgyhogy azta, szép, haladunk. És akkor még így a videó végére megnézzük, hogy Carvajal mennyit ér most jelenleg. Oké, Carvajal. 92-es, 3-as, 93-as. 573, 300, pff, 335. Te atya úristen. Ezt nem hiszem el. A második legrosszabbat kihúztuk. Ennél még Bruno is többet ér, könyörgöm. Na jól van, srácok, hát köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy ti sokkal nagyobb szerencsével jártatok, mint én. Hát ez most így alakul. Ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, és majd a Széria A-s
TOTS-ból is fogunk nyitni egy packet, ami valószínűleg reserve pack lesz, ha csak nem ad egy hét alatt egy elite tokent. Úgyhogy ja, na sziasztok!